Következő pontunk az elkötelezettség. Itt inkább azt az oldalát emelnénk ki ennek, hogy vajon a főnök vagy a vezető mennyire elkötelezett a beosztottjainak a munkája iránt. Hát ugye nem tudjuk, hogy hány olyan ember ül itt a hallgatóságban, aki valóban főnökként működik a munkahelyén, de azt egy kicsit ugyanennek a mintájára elmondhatjuk, hogy minden családban a szülő ilyen értelemben főnökként működik. És hogy mi mindenben nyilvánulhat meg ez az elkötelezettség a beosztott vagy a dolgozó felé, a dolgozó irányába. Két dolgot emelnék ki. Az egyik az a pozitív visszajelzés, ugye, amit dicséretnek is nevezhetünk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a vezetés, vagy hát ugye a munkahely, vagy családban mondjuk a szülők pozitív visszajelzés, dicséretet mondjanak minél gyakrabban az elvégzett munka miatt. Hát nyilván, hogy ez valahol a jövedelemnek is egy lefordítása. Mindenképpen az elkötelezettséget fogja belőle kiérezni az, aki kapja ezt a pozitív visszajelzést. A másik pedig, hogy nagyon érdekes, hogy azt leírják, hogy a nem hatékonyan működő vezetőnek az egyik ismérve az, hogy nem áll ki a beosztottjai mellett. Tehát ha teheti, akkor a hátuk mögött szapulja őket, ha a felsőbb fórumon munkaelosztás van, akkor semmiképpen nem képviseli az ő ügyüket, és nem harcol azért, hogy nekik jobb legyen. Ilyen például a középiskolai osztályban ugye diákok szoktak arról panaszkodni, hogy az osztályfőnökük az első, aki amint belép a tanáriba, akkor elmondja, hogy igen, az enyém a legrosszabb osztály az egész iskolában. Ugye megérezzük ezeket, hogy aki a vezetőnk, ő nincsen elköteleződve irántunk, és nem képviseli az ügyünket semmiféle felső fórumon. Ez nyilván, hogy hosszú távon boldogtalansághoz vezet abban a helyzetben. A munka változatossága elégedetté tenne minket, hogyha megvalósítható lenne. Itt most megint egy családi példát mondunk arra a helyzetre, amikor monoton, minden nap ismétlődő, egyhangú feladataink vannak, mondjuk egy háziasszony munkája, és itt a férjekhez szólok, hogy legyenek megértőek, amikor a feleség már kínjában nem tud más tenni, mint hogy akkor azt a paprikás krumplit egy picit mindig másképp főzi meg, vagy bedül a reklámoknak, és akkor a kádat minden héten más tisztítószerrel pucolja ki, mert legalább akkor ez egy változatosság az életében. Hát ezek kis praktikáink, amikkel úgy segítünk megteremteni a munkavégzésünkben ezt a kis boldogságot. És hogyha a feleség havonta átrendezi a szobát, vagy legalább a növényeket, vagy a képeket a falon, akkor ez is valószínűleg azért van, mert hogy akkor az ő életében, abban a pillanatnyilag beszűkült világában, mozgásterében legalább ennyi változatosság lehessen. Pszichikai, fizikai jólét. Tehát egyszerűen a dolgozó ember testileg, lelkileg legyen egészséges. Ez egy munkahelyen is fontos, hogy ahogy lehet, ismerjük ezeket, hogy fitnesstermek épülnek, vagy bérletet adnak, vagy uszodabérletet, vagy hozzájárulnak a dolgozó egészségi állapotához. Ezek nagyon jó dolgok, ezt, aki teheti, ez érdemes igénybe venni. Ezt szeretném mondani, hogy ez családra is igaz. Tehát egyszerűen vegyük már észre, amikor a másikat kímélni kell. És fontos az ő jólétéhez, hogy kicsit többet aludjon, hogy pszichésen most hagyjuk őt békén, tehát hazamegyek, ha tényleg nagyon nehéz, fáradt napon volt, akkor jól esik a csönd minden férfinak. Bámulni a tüzet, azaz a tévét, vagy nem tudom. Tehát jól esik bámulni, és feleségemnek még van 2000 szava, ugye, amit neki el kell mondani. Tehát van úgy, hogy hagyni, jól esik. De fordítva is, hogy van úgy, hogy este 8-kor, drágám, mi a vacsora, was ist zum essen? A gyerekeim ezt tanulták meg először tőlem. Was ist zum essen? És akkor drágám, 28. oldal A menü, 30. oldal B menü. Tehát, hogy van úgy, hogy kímélem a másikat, és akkor majd találok valamit a hűtőbe, vagy csak az ingnek az eleje van levasalva. Tehát tudjuk azt, hogy van ilyen... Most nincs. Tehát, hogy van ilyen, hogy kímélni kell a másikat, és fontos nekem az ő jóléte. Eddig arról beszéltünk, hogy mitől leszünk boldogok a munkánkban. Most arról fogunk beszélni, hogy mi van akkor, ha nincs munkánk, vagy nem akarunk dolgozni, vagy nem tudunk dolgozni. És itt beszélni fogunk többféle csoportról is, már nem túl hosszan, úgyhogy türelem már nem lesz nagyon hosszú, de nagyon fontos dolgok következnek. Van egy olyan jelenség, hogy a fiatalok, a papíron pályakezdők nem dolgoznak, vagy nem akarnak dolgozni. Ugye azt mondjuk, hogy nem hajlandók dolgozni, de azért azt mondja a pszichológus, hogy lehet, hogy nem mernek dolgozni. És itt most ne a fiatalok munkanélküliségére gondoljunk, amikor nem tudnak dolgozni, ez egy más kategória lesz, hanem ha tudnának, is halogatják a munkakezdést. Ez kezd elég tömegessé válni ez a jelenség,
és vannak is már kezdődnek kutatások, amelyek erre irányulnak. Szerencsére még itt a Szapiencián is indult egy ilyen nagy kutatás. Nagyon érdekes dolog ez. És pillanatnyilag azt gondoljuk, hogy három fő oka lehet ennek a toporgásnak a fiatalok életében. Az egyik fő ok, hogy nem láttak jó mintákat. Tehát vagy a szüleik sem dolgoztak, vagy munkanélküliek voltak, vagy nagyon utálták a munkájukat. És a gyerekek állandóan azt hallgatták, hogy jaj, ez a szörnyű munka, hát miért lenne kedvük dolgozni? Aztán van egy olyan másik ok is, késik az identitásuk kialakulása, tehát bár már életkorilag felnőttek, de még nagyon labilis az identitásuk, még szorongást okoz számukra, hogy beálljanak a felnőtt világba, és ezért halogatják. És ennek az identitás fejlődés késésnek is ugye nyilván számtalan oka lehet, és hát most akkor ezt kell majd megnéznünk, hogy mi lehet az oka. És egy harmadik ok, amit most már harmadszor hozok szóba, a szülők felelőssége. Tehát, hogyha a szülők nem szorították a gyerekeket munkára, kicsikortól kezdve, akkor elkényelmesednek. Miért akarjon dolgozni, amikor mindent megadnak neki? Kap enni, inni, vasalást legalább elől, és kész. És ki kell őket lökni szinte a családi fészekből. Úgyhogy hát ez kezd problémává válni aktuálisan a társadalmunkban. A munkanélküliség, ugye itt a következő téma, amire muszáj kitérnünk. Most itt láttuk az eddigiekben, hogy hát tényleg a munka mennyire fontos az identitásunk szempontjából, meg abból a szempontból, hogy kibontakoztathassuk önmagunkat, hogy gazdagítsuk önmagunkat, a körülöttünk lévőket. De hát mi történik akkor, hogyha valaki elveszíti a munkáját, nem tud munkába állni, esetleg pályakezdőként, ami talán az egyik legrosszabb tapasztalat, hogy befejezi a tanulmányait, és akkor azt tapasztalja, hogy nem tud elhelyezkedni egy kicsit a társadalomnak, mintha az lenne az üzenete felé, hogy hát nem vagy értékes a számunkra, nincs rá szükségünk. És azt tudjuk, és ezzel nagyon sok kutatás foglalkozik, hogy ez valóban egy rendkívül nyomasztó tapasztalat, és hát ugye azt is láttuk most itt, hogy ez nem csak az anyagiak miatt, hogy akkor beszűkülnek az anyagi lehetőségeink, hanem hát a személyiségünkre is ez nagyon káros hatással lehet. Hogyan tudjuk ezt az oldalát kivédeni a munkanélküliség jelenségének? Azt is mondtuk, hogy nem szabad úgy gondolkodnunk magunkról, vagy az a szerencsés, hogyha nem úgy gondolkodunk magunkról, hogy én csak a munkám vagyok. Ez az, amikor azt mondanánk, hogy úgy definiálom magamat, hogy mi vagyok én, mi az én foglalkozásom, és mellette a többi identitás területem az eltűnik, vagy nagyon háttérbe szorul. Most azoknak az embereknek, akik tényleg csak a munkájukkal definiálják saját magukat, nekik nyilván sokkal nagyobb csapás is lesz, hogyha elveszítik a munkájukat. Ami erre talán az egyik menekülő útvonal ezekre a helyzetekre, hogyha ilyenkor az identitásunknak, meg a képességeinknek, meg az előbb felsorolt praktikáknak a legnagyobb részét, azt megpróbáljuk más helyszíneken megélni, kibontakoztatni. Tehát mondjuk felkeresni a nagyobb családban azokat a helyzeteket, ahol tényleg tudunk segíteni, ahol a képességeinkre szükség van, a készségeinkre, az időnkre, az erőfeszítéseinkre, a teherbírásunkra szükség van. Vagy keresünk olyan helyet mondjuk a plébánián, vagy akármilyen önkéntes munkában, ahol valóban ezeket a készségeket, képességeket, társas kapcsolatokat meg tudjuk élni, és nem leszünk teljes mértékben elszigetelve, elvágva ezektől az erőforrásoktól. És hát itt szeretnénk azt is elmondani, hogy hát itt nagyon sok szépet elmondtunk arról, hogy milyen az ideális munka. Nyilván ezekben a helyzetekben pláne nincs rá lehetőségünk, hogy válogassunk, és adott esetben hát tényleg az újságkihordástól kezdve a sütkrumpli sütésig, hát bármi olyat elvállalunk, ami elsőnek szembe jön, és ahova felvesznek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ilyenkor is azt tudatosítani, hogy ez egyáltalában nem szégyen. Fiatalok esetében is, akik hát kénytelenek a hát majd később megszerzendő állásuk előtt esetleg ilyen munkákba elhelyezkedni a pénzkereset véget, azt gondolom, hogy nagyon is büszkék lehetnek magukra, hiszen megtesznek mindent azért, hogy a saját lábukra álljanak, hogy el tudják tartani magukat, vagy azokat, akik rászorulnak arra, hogy az ő munkájukból éljenek. A csökkent munkaképességűek foglalkoztatása, családi, társadalmi kérdés. Egyrészt fontos az, hogy amit lehet, ők csináljanak meg. Akik ápolunk otthon ilyen beteget, vagy van ilyen barátunk, ismerősünk, vagy dolgozunk velük, jól tudjuk, hogy egy egészséges ember úgy állna hozzájuk, hogy mindent megteszek helyettük, jaj, csak semmi bajod ne legyen. Nem, hagyni kell. Hagyni kell. Amit meg tud tenni, azt hadd tegye meg. Pont azzal tisztelem, hogy nem tárgynak tekintem, hanem amit meg tud tenni, azt tegye meg. Betegápolásban vagy a fogyatékkal élőkkel, ez nagyon fontos dolog. A másik az, hogy ez legyen társadalmi érdek, hogy foglalkoztassuk őket, amit tud, azt hadd tegye meg. A világháborúk után Németországban büszkék voltak arra,
hogy olyan katonát foglalkoztatunk, aki mind a két lábát elvesztette a háborúban, aki értünk harcolt, annak mi adunk állást a gyárba, akkor is, hogyha csak tologat valamit, hogy bármi. Tehát valahol ez a büszkeség elveszett, és mára az lett, hogy ugye gond kiépíteni egy ilyen liftet, ilyen rámpát, és mit csinálunk, inkább kifizetjük a munkahelyi büntetést, csak őket ne foglalkoztassuk. Azt szeretném megerősíteni mindenkiben, hogy mindenki veszít, hogyha őket nem foglalkoztatjuk. Mindenki. És ha ők foglalkoztatva vannak, azzal mindenki nyer. Ők maguk is. Főleg, ha belátják a helyzetüket, akkor nem táncolnak borotva élen, hogy miért ne legyek öngyilkos. Értékesnek tartják magukat, emberek között vannak, egyenértékűnek, elismerik őket, és hadd mondjam, hogy nem csak nekik jók, hanem a társadalomnak. Ez a tapossuk egymást, bizonyos munkahelyeken ez a kivagyiság, ez a túl sok divat és ez a túl sok pénz, tehát amikor ott megjelenik egy ilyen kerekes székes, akkor mindenki be megállítja a kérdést, hogy biztos, hogy az a legfontosabb neked. Tehát az egész társadalom veszít érzékenységet, hogy a munkahelyeinken nincsenek csökkent látásúak, kerekes székesek, meg ilyenek, sokat nyernénk az egész társadalom, ha ők köztünk lennének sokkal jobban. Középkorúak számára is a munkanélküliség veszélye egyre súlyosabb teher. Ugye őrájuk nem azért nincs szükség munkaerőpiacon, mert nem elég ügyesek, hanem azért, mert túl sok pénzt kell fizetni nekik. És hát az ő szenvedésük, ha nincs munkájuk, azért is fokozott, mert hogy ők a teljesítő képességük csúcsán vannak. Tapasztalataik is vannak, még a képességeik is tökéletesek, és nem kellenek. És hát nyilván, aki középkorúan elveszíti a munkáját, már hamarabb megéli azt a krízist, amit a nyugdíjba vonulók élnek át. Hát van egy ilyen fogalom is, hogy a nyugdíjba vonulás krízise. Ami egy vesztesség, a munka elvesztésének a krízise, erre előre kell készülni, és ugyanazokkal a szempontokkal, amikről itt Anikó már beszélt a fiataloknál, tehát, hogy az identitásunkat gazdagítani kell. Ne csak a munkánk legyünk mi magunk, hanem vegyünk be egyre több olyan elfoglaltságot, egyre több olyan lehetőséget, kiteljesedési lehetőséget, akár munka, de nem munkahelyi, hanem másod végzett munkát, ami nem krízisért teszi a nyugdíjba vonulást majd, hanem pont egy kitárgott ajtóvá, ahol végre más lehetőségeket is megélhetek, amire eddig nem volt idő. Egyre inkább égető az, hogy az egyik családtagunk távolban dolgozik. Ezt a mobilitást, ezt nem lehet föltartani. Tehát egyszerűen ez lesz a realitás, ezt már élik bizonyos családok, vagy a gyerekeinkre ez vár, hogy néhány hónapot fognak külföldön tanulni, vagy évet dolgozni. A mobilitás lesz a jövő. Viszont legyen már annyi eszünk, hogy erre felkészülünk, és felkészítjük a gyerekeinket, a fiataljainkat. Magam is mindenki töpreng ezen, hogy hogyan lehetne megtartani ezeket a fiatalokat, ezeket a családokat, hogy mégis maradjanak egybe. Én így szoktam megfogalmazni, hogy a gyökereket is mobilizálni kell. Tehát ha ő elmegy Londonba, akkor hogyan lehetne a megtartó erőt utána vinni? Hát ismerjük ezeket, hogy skype-olunk. Nekem minden álmom az, hogy 3D-be majd kivetítjük egymást, és akkor az egyik gyerekem Rómába eszi a pizzát, a másik a fish and chipet Londonba, én meg a pacalt otthon. Tehát, hogy... És akkor nem csak 5 percig skype-olunk, hanem vacsorázunk együtt, beszélgetünk együtt. Na, tehát, hogy mitől ez a jövő, de hogy az élő családot valahogy egymáshoz vinni, nem csak 5 percig, egy telefon erejéig. Vagy nagyon fontos az, hogy megkeresni külföldön a mi közösségünket, a magyar közösséget. Sokan, akik kint dolgoztak, tanultak, tudják azt, hogy milyen jó megkeresni a magyar közösséget, és megkeresni az egyházat, akár magyar egyházat, akár az ottani egyházat, amik ugyanazokat az alapértékeket képviselik, mennyire megtartó erő tud ez lenni. Tudok arról, van egy rokonom Luxemburgban, aki összeszedi a köztisztviselőket, és akkor minden vasárnap összedobnak egy repülőjegyet, egy lelkész kimegy, megtartja az istentiszteletet, felnőtt hittant, gyerek hittant, esznek egy jót, és délután hazarepül. Tehát mobilizálják a papot oda, nem kell ott neki lakást venni, meg akármi, de megoldják, hogy valahogy a gyökeret vigyük oda. Ez a jövőnek egy kihívása lesz, és ezen töprengenünk kell, hogy hogyan maradnak a családok jobban egybe. De azért itt most felidézem megint azt a wellness kereket, amit az elején kivetítettünk, most nem lapozunk vissza. De azért az a modell azt is kifejti, hogy a kulturális, vagy a nemzethez tartozásunk is része az identitásunknak.
Tehát amikor azon töprengünk, hogy vállaljunk-e külföldön munkát, vagy ne vállaljunk, akkor azért vegyük számításba, hogy az identitásunk stabilitásához fontos, hogy mi valahova tartozunk, és akkor ez a valahova tartozás erősítését külföldön is meg lehet csinálni, de azért itthon a leginkább. Most nem azt jelenti, hogy vétózzuk meg mindenképpen, de azért erről is beszél a pszichológia, hogy az identitásunknak van egy ilyen nemzeti hovatartozás része is. A munkanélküliség kapcsán beszéltünk arról, amikor nincsen munka, most ez a másik véglet lesz, amikor túl sok munkába menekül valaki. Ennek a munkafüggőség az elnevezése, most már a kortárs szakirodalomban, mert hogy leírnak egy olyan jelenséget, hogy gyakran, és hát egyre gyakrabban úgy tűnik, előfordul az, hogy valaki számára a munka válik egy olyan fajta függőséggé, mint másoknál mondjuk az alkohol, vagy a drog, vagy a játékszenvedély. Most a munkafüggőség az nyilván nem azt a helyzetet jelenti, amikor valakit folyamatosan túlóráztatnak, és nem engednek haza a munkahelyéről, és még berendelik szombat-vasárnap is. Ez egy másik helyzet, ezt az embert onnan lehet felismerni, hogyha azt mondják neki, hogy jó van, akkor holnaptól nem kell túlóráznod, akkor nagyon boldogan hazamegy, és a hétvégén pedig a hobbiainak fog élni. Ezzel szemben a munkafüggő tulajdonképpen önként vállalja ezt a folyamatos túlórázást és szombat-vasárnapi munkahajszolást is, és a munkafüggőségnek a többi függőséghez hasonlóan ugyanaz a kritériuma, hogy a munka az egész egyszerűen átveszi egy idő után az irányítást az élete fölött. Tehát egy idő után már a munka fogja azt megszabni, hogy kikkel tartja a kapcsolatot, hogy mikor eszik, iszik, hogy milyen az időbeosztása, vagyis eluralkodik a munka az illetőnek az élete fölött. Most ennek a hátterében nagyon sokféle pszichés problematika lehetséges, mint ahogy a többi függőség hátterében is, amit leggyakrabban feltételeznek, például önértékelési zavarok, vagy fokozott elismerésigény, vagy hát a társas kapcsolatokban való ügyetlenség, és ennek következtében a magányosság. De ugyanide tartozhat a perfekcionizmus is, vagy ide tartozhat az is, hogyha valaki nagyon szorongós, és ezt a szorongást akarja sok munkával elfedni, vagy más negatív érzések, akár depresszió van benne, és ezeket akarja kvázi gyógyítani ezzel a folyamatos munkával, mint ahogy az alkoholista az alkohollal akarja a szorongásait csökkenteni. Most a munkafüggőségnél viszont fönnáll az a probléma is, hogy hát ez első ránézésre egy tiszteletreméltó dolog, hogy ő mennyit dolgozik. És egy kicsit a társadalom is itt beszáll a játszmába, mert még az alkoholistát azért csak-csak elítélik, hogy elnye már megint dülöngelve megy haza, vagy az árokparton köt ki, és nem kéne neki ezt a fajta életmódot élnie. Addig a munkafüggőnél nagyon sokszor tisztelet övezi az illetőt, hogy lám-lám ő mennyit dolgozik, a családjáért mennyire feláldozza ő magát, vagy akár az egyház községért ő folyamatosan, nem tudom, még éjszakában nyúlóan is készíti a szeretett csomagokat. Vagyis van egy ilyen társadalmi elfogadottsága ennek a dolognak, és ez nyilván sok veszélyt rejt magában. Végeztünk itt a Szapiencián egy vizsgálatot pár évvel ezelőtt, ahol azt is megnéztük, hogy vajon a munkafüggőségnek egyházi körökben lehet-e egyfajta megbetegítő istenképpel kapcsolata, és azt találtuk természetesen, hogy lehetséges. Nagyon érdekes, hogy azok az emberek, akik hajlandóságot mutatnak arra, hogy munkafüggővé váljanak, ők az Istent valahogy úgy képzelik el, hogy akkor fog engem elfogadni, hogyha én nagyon szépen teljesítek az ő színe előtt. Hogyha nagyon jó vagyok, és mindenféle feladatot elvállalok, és ezekben produktumot, teljesítményt mutatok föl, és akkor ezért cserébe azt remélem, hogy ő szeretni fog engem, nem fog engem elhagyni, hogy jó lesz hozzám. A teológiai háttérben lelkivezetőként azt látom sokszor, hogy a munkafüggőségben nagyon rendes emberek menekülnek. Nekem otthon, atya, nehéz a házasságom, nem bírom már otthon, megcsalt a házastársam, vagy a kamasz gyerekeimmel nem találom a szót, és akkor munkába menekül, és inkább benn marad, még tovább, még több munkát elvál, éppen csak átöltözni megy haza, és tényleg a társadalom is ezt még dicséri, és önmaga előtt is, hogy hát azért, ha már más nincs, akkor legalább dolgozom sokat. És azt kell mondanunk, hogy ez zsákutca lesz. Tehát, hogy nem, tessék hazamenni és dolgozni a családodon, és a kapcsolaton, és nem belemenekülne a munkába. Tehát nem egy ilyen könnyezéses gyónáson, beszélgetésen volt, ahol azt kellett mondanom, hogy önnek nem az a legfontosabb dolga, hogy a munkahelyén húzza az egész ország igáját, vagy az egyházközségemben minél többet tegyen, hanem hogy a család, tessék dolgozni a családon. A másik, amit látok a háttérben, hogy nagyon rendes embereknél itt tud lenni egy gőg, nélkülem megáll a világ. Tehát én ilyen atlasz vagyok, és hát hú, hát én pótolhatatlan vagyok, és hát nekem csinál, ki ha nem én. Anton Gocsa atyával történt, a kamilliánusok egyik fontos szerzetes, a Nyíregyházán ő alapította a rendházat.
történt vele egy motorbaleset, és akkor a mentősök éppen pakolták be a hordágyon a mentőbe, és hát ő tiltakozott, hát ő most nem ér rá betegnek lenni, hát a naptára tele van. Most egy hétig ő nem ér rá itt feküdni, törött lábbal, nélküle megáll a világ, és hát elkezelték a lábát, és az Isten hónapokra odaszögezte az ágyra. Nem egy hétre, hónapokra is. A betegségen keresztül nagyon sok mindent felismert erről, sok szép könyvet is írt. Rájött arra, hogy az ember ne legyen ilyen gőgös. Tudni kell azt a munkát letenni, majd a teremtő befejezi, az utolsó tett az övé. Tehát néha érzünk egy ilyen gőgöt, majdnem azt mondom hitetlenséget, hogy nekem kell az egész világot megváltani. Ennek a függőségnek egy speciális változata, amikor a segítéstől függ valaki. Ez az úgynevezett segítő szindróma. Hát ez is egy társadalmilag nagyon megbecsült probléma, hiszen a segítő szindrómás segít, hát mindenkin segít, mindig elérhető, de a munkafüggőhöz hasonlóan tetten érhetők a motivációi. Ugyanis a segítő nem azért segít, mert a másiknak szüksége van a segítségre, hanem ő magának van szüksége a segítésre. És ez is egyfajta belső szorongásnak, belső ürességnek, belső problémának az elfedése, és a segítő szindrómás a segítéssel a saját egyensúlyát tartja fenn. Most erről többet nem akarunk beszélni, csak hogy így felismerjük, vagy tisztában lássuk azt, hogy a különböző munkavégzéseink mögött hát lehetnek olyan motivációk is, amelyek nem teljesen egészségesek, és jól járunk, ha ezeknek utána megyünk, hiszen azért a jóság mögött is lehet nem jó motiváció. Utolsó diánkhoz érkeztünk, a munkáról elmélkedtünk egész este, és azt látjuk, hogy a munka az teológiailag is egy milyen szép megbízatás, együtt működni, együtt munkálkodni az Istennel, hogy atyám munkálkodik, én is munkálkodom, mondja Krisztus, és ebbe bevon minket, már nem annyira a fejünk fölött, hanem titeket bevonlak, hogy oldjátok meg az életnek a nagy kérdéseit, és hogy egymást így is szeressétek. Tehát a munka identitásunknak, ahogy láttuk a pszichológiában, az egyik fontos lába. Nem a legfontosabb lába, az egyik fontos lába. Mennyire fontos a munka? Ugyanakkor azt is láttuk, hogy nem is annyira fontos. Gondoljunk a remetékre, akik kötélfonást választottak, csak hogy meg ne gazdagodjanak, és közben jól tudjanak imádkozni. El lehet vállalni az önbecsülés sérelme nélkül olyan munkát is, ami annyira nem az én végzettségemnek megfelelő, de azt is el lehet vállalni. Tehát fontos is a munka, meg annyira nem is fontos. Amikor elindult az ipari forradalom, és elindult az ipari mértékben való munka, akkor a haszon az egy nagyon fontos fogalom lett, és egy kicsit az egyház is ebbe beszállt, hogy a munka mennyire fontos, meg a tőkések is ezt mondták. A munka, dolgozni is. És a hetedik nap szinte arra való, hogy pihenj egy kicsit, hogy hétfőn megint tud húzni az igát. Tehát, hogy a munkát egy kicsit az ipari társadalommal és az egyházzal is együtt kicsit túlfújtuk. Majdnem fontosabb lesz a középkiskolás gyerekeinknek, hogy milyen szakma, hány pont, mint hozzámegy egy olyan Bélához, akihez neki nem kéne hozzámenni. Tehát, hogy túlfújtuk a munkát. Nem csak kenyérrel él az ember. Tessék azt a munkát letenni, elmenni színházba, elmenni a csontvári kiállításra, mit tőle ki hová. Tehát, hogy ugyanolyan fontos az életünkben a vasárnap is, és ezek az üres idők is, és a kettő egymást kiegészíti, ahogy látjuk Krisztus Urunknál, ott van Mária és Márta, nem mondja Krisztus, hogy csak az egyik kell. Fontos a szemlélődés, hallgatni Krisztus Urunkat, tanulni tőle, és fontos a munkálkodás, a sürgés, forgás is, ahogy Márta csinálja, de mind a kettő kell. Hát itt köszönöm meg mindenkinek a munkás figyelmét, a dolgozó figyelmét. Remélem mindenki megy úgy haza, hogy visz legalább egy-két olyan gondolatot, amit mától kicsit máshogy csinál munkás életében. Köszönjük szépen a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!